Ön most belép egy másik dimenzióba. Nem egyszerűen a látvány és a hang dimenziójába, hanem az elméjébe. A köztes tér a fény és az árnyék között, a művészet és a halandja között. Mindez az ember félelmének mélye és tudásának csúcsa közt húzódik. Utazás egy csodálatos vidékre, melynek csak a képzelet szab határt. Ön most belép a szlovák alkony zónába. Az Ezsov Lukolinszky című mű ugyanúgy kezdődik, ahogy a Shrek 3. Az öreg gazda Lukolinszky meghal, és a gazdaság a gazdagsága feleségére Eszterre és fiára Ezékielre száll. A híres Brindusky Haluski is visszatér, azonban Ezsónak úgy tűnik nem ízlik. Biztos ezt is a Mlini plázában készítették, mint amilyet egyszer én is ettem, és hányás íze volt. Igen, ez fontos a történet szempontjából. Ezsó egyszer egy paraszlánynak küldött szuperlájkot a Tinderen, amit anyja nem nézett jó szemmel, és egy az egyben kitagadta a örökségből és a fehér-barna esztétikájú házból, ahol az ajtó felett tartották a poharakat. Még jó, hogy nem csapta be az ajtót kifelé menet. Ezután Ezsót a nagybátyja, a szegény ember Krisztof Valcja fogadja be, akit most Eliás név alatt ismerhetünk. Itt ismét láthatunk egy ikonikus cameót a rendező részéről. Ezsov Lukolinszky, vagy magyarul Farkas Ezékiel. Farkaslak. Én is farkaslak. Nagyon is jó boldogul a nagybátyjánál, botod farag, álva vezeti a kocsit. Ki a fasz a te, lol, te tudod, te vagy a fasz a te, de te szól, én tudom. Fűrész nézeget, miközben iPodot hallgat. Kaszál, és még a kenyér... és még a keréknyomást is lennen őrzi. Szó szerint egy percig se szomorú, hogy a saját anyja még csak rá sem bír nézni. Amikor a barátnője egy percre elbizonytalanodik, ő lenyom egy alfapószt, majd megszíri szeretgéli a nőt. Az eszével tudta, ideje menni. A szíve azt súgta, itt marad örökre. Mondani csak annyit tudok, kérek még. Talán a nyár éjszaka íze, talán a csóké, vagy a gyermei spagettié volt az, ami maradásra bírta a férfit. Nem tudhatjuk, talán nem is fontos. Annyi biztos, azóta is gyakran hangzik el a mondat, melynél szebb dicséret nem illethet senkit, aki főz. Iszom, eszem és beteszem a dákeszem! Megfogom a párom, benyomom a károm! Hát nem jön be szebbe hátulról, te szembe! Eszter közben szintén élvezi a szabad életet, és eladja az egész gazdaságot, és azt tervezi, hogy újra házasodik, hogy Ezsó ne örököljen egy fábotkát sem. Szörnyella de frász, szörnyella de frász, de megfagy a véred, ha mosolyog rád. Ezután Eliás nagybátyja megszervezi Ezsó és Zsófika esküvőjét, amelyet ezután szét is kürtölnek. Eliás ez a fajta fickó, aki pohár helyett tányért tart az ajtaja felett. Közben Esztert, akinél épp ufófények világítanak, kéregető kóstolják, de ő, ahogy korábban megszabadult a fiától és a földön kívüliektől, úgy ezeket is elküldte a fenébe. Az esküvőre minden vendég karddal érkezett, és még a híres Metalek Szovicsot is meghívták.
A zenéről az egyfogú cigányzenekar gondoskodott. A faluba sok a jány, és én nem vagyok puhány. Felpróbálnám majdnem mindent, mert a Rudi mindig viszket kell egy jány, de ízibe legyen ez a gizike. Gyere gizi szívem, te ülj bele a zelembe. Hely, de ez a falu beli mulata, ó, csuda jó. Ropja ezt az apró népse, nagyapó, nagyanyó. Rakott szoknya mellénkével ez a népi viselet. Vérbőségem van, mert itt a kikelet. Ruty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 
méretre még az anyós is benézett, és elmondta a jó kívánságait a spájz ablakából. Pár évvel később Eszter a hírhet orgia domb mellett sétált el, mikor odaszaladt hozzá egy gyerek, akiről azt hitte először, hogy almát lopott épp, ezért kikérdezte, de kiderült, hogy csak Szilvát. Nem, az ő szívét lopta el. Ő volt Benkó, Ezsó és Zsófi fia, az ő unokája, aki valamiért mindent tudott róla annak ellenére, hogy most találkoztak először. Eszter ezután megenyhül, és belátja, hogy talán az alantos parasztok is lehet, hogy emberek. Farkas Ezékiel története itt véget ért. De mi még nem végeztünk. Van ugyanis egy másik farkas falkatag, Gábor Lokolinszki, kinek története az előző spin-offja, az író második próbálkozása a parasztok és a normál emberek közötti társadalmi különbségek ábrázolására. A Gábor Lokolinszki család életet nem sokban különbözik az Ezsóétól, csak itt tányérokat tartnak az ajtó felett, mint Eliáséknál, az Ezsóéknál. Szóval tényleg nem különbözik sokban. Gábor anyja dugivó, apja nyilvános ivó, így kizárásos alapon Gábornak kellett gondoskodnia a gazdaságról. Az ő kiszemeltje Ulka Gaskova, pénzes lány, akit a szülei már neki is ígértek. De most jön a csavar. Ezután meggondolták magukat. A tömeges hajfésülés során Gábor anyja úgy dönt, közelebbről is megnézi a földet. De ne aggódj, valószínűleg csak bebaszcsidott. Apja, a Franco Nero, nem viselte jól, hogy felesége 2 percig nem tudta kiszolgálni. Gábor közben a rossz gombából lehetett az erdőben, de ez nem zavarta abban, hogy továbbra is gazdag nőket hajkurásszon. Az olimpiára készülő lepedőhúzók a vadvíznél gyakoroltak, amiben Gábor is segített, de ezzel nem mosta be magát a nő szívébe. Eljött a vásár, a férfiak kardot válogatnak. Érdekes, hogy akkoriban, mikor már volt rendőrség, és nem háború, és békeidő volt, mégis mindenki éles kardot hordott magánál. Mégis minek? Óriási kenyeret kentek vele? A hegyekben Gábort megbabonázza Marka Tomásová gyönyörű ének hangja, de a lány végleg kikosarazta, mert ő Ezsóba volt szerelmes. Később aztán bel is betegedett kiszemeltje elutasításába. Micsoda dráma, királynő! Ezsó ezután azt tanácsolja Gábornak, hogy vegye nő is el egy parasztlányt, ahogy ő tette. Az olyan lányoknak úgy sincsenek nagy igényeik. Mit teszünk, ha a világunk a feje tetejére áll? Mikor minden, amiről azt hittük igaz, az ellenkezőjére fordul? Táncolunk.
Hogyha nyitunk az ismeretlen felé, az nem a történet vége, hanem egy új kezdet a szlovák halkonyzónában.